Halljátok ezt? Ez nagyon-nagyon tetszik. Sziasztok, tengermések, szeretettel és megannyi tisztelettel köszöntök mindenkit az MKP, MKK Magyar Késés Közösség YouTube csatornáján. Majdnem minden videóban azt mondom, hogy egy rendkívüli videónak nézünk elébe, és úgy látszik, hogy ez az év ez valahogy ilyen lesz, hogy ilyen nem teljesen megszakott dolgokról fogunk beszélgetni, mert ugye a mai vendégünk Pályér Gyula, Tigris Kése. Remélem nem így omorra nézitek ezt a videót, mert ez alapvetően ugye főképp a gasztro és az outdoor sütögetés körül fog forogni, de egy kicsit másképp megközelítve, mert hogy annak idején, amikor a göncölt kaptam Pályér Gyulától, ez tavaly volt a Lurdi házban, tehát tavaly szeptember volt, kaptam a Tigrisből is két darabot, akkor még ez sem volt kint, valamikor december környékén debütált az oldalon a Tigris, ugye ez nem a széria, hanem az exkluzív kések között van, és Pályér Gyula ebből is kettőt adott nekem ajándékba, nekem, meg asszonynak, hogy használjuk egészséggel. Ez amolyan főzős kés, ez amolyan konyhai eszköz, és hát természetesen jó házas párhoz mérten, igen drágám, jó házas párhoz mérten a feleségem birtokba is vette az első darabot. Megmondom őszintén, hogy én annyira nem foglalkoztam még a Tigrissel, sok minden mással foglalkoztam ebben az időszakban, főleg az év vége felé, viszont arra lettem figyelmes, hogy hát a feleségem ugye rendszeresen adogatja oda a késeket, hogy élezgessem őket, mert hát kiment az élük, hát
pont úgy használja a késeket, hogy egy háziasszony szokta, és feltűnt az, hogy amikor meghalt a tigris, utána szinte csak a tigrist adta oda az érezésre, ergo azt használta majdnem minden főzéshez, ott van két késkészlet is neki, de a tigris volt mindig az, amit elővett. És akkor megkérdeztem tőle, hogy miért, erre azt válaszolta azért, mert hogy ez olyan jó mindenes, ezt mindenre tudja használni. Szóval felfigyeltem erre a késre, a tigrisre, és megmondom őszintén nektek, hogy én nagyon-nagyon szeretek kint kertben sütögetni, főzni. Ez egy olyan dolog, egy olyan tevékenység a részemről, amit abszolút teljesen hobbi szinten üzök, viszont nagyon szeretek. Rengeteget sütünk, főzünk ki, ez konkrétan egész éves programról van szó, ennek megvan a maga bája, a maga varázsa. Tehát ételt készíteni, sütni, főzni, grillezni, az mindig jó dolog. Főleg ilyen outdoor körülmények között szeretem, mert nincsenek konkrét receptek és szabályok. Tehát ott hágjuk át, ahol akarjuk, úgy készítjük el, ahogy nekünk tetszik. Emellett sziszennek a sörös dobozok, nyílnak az üdítők, rengeteg beszélgetés, nevetés, élménytársul, és ez mind-mind-mind belesül vagy belefő a készülő ételbe. Nem nagyon mozgatnak, nem nagyon kötnek engem a különböző közösségi TikTok, Insta, celeb szabályok, nem kell, hogy a sütőm, a grill sütőm csili-villi legyen, a króm pattogjon az oldalán, hiszen már túl van több száz sütésen, már a fém is a festés lepattogzott róla. Nem kell, hogy a bútor szettünk 500 000 forint legyen, csak az kell, hogy legyen ott ember, aki velünk van, ott ül, nevet és eszik, és ennek higgyétek el, van egy nagyon-nagyon jó csapatépítő, illetve nagyon-nagyon jó társaság építő szerepe ezeknek az outdoor főzéseknek. Egy roppant filigrán kést tartok a kezemben, de tényleg nagyon vékony, nagyon, mondhatnám, az én szememben szinte már szikeszerű késről van szó. Kovácsolt 1.41.16 acélról van szó, tehát ez nem 51 CRV4, hanem 1.41.16, és ilyen, hát, 2 mm durván, de a paramétereket közben majd ki is fogom nektek írni. A markolat az fekete dió, a már megszokott fekete dió, és egy tömör sárga részba, mint kapott a kés. Konyhakéses markolata van, tehát olyan nyelezéses történetről van szó, és nagyon kis picike. Ezzel a késsel egyébként, ha nagyon akartok, a tábori főzések alkalmával nyásfaragást, tollaságkészítést meg lehet oldani. Igaz, én ezzel nem foglalkoztam egyetlen egy oknál fogva, mert nekem ez a markolat ehhez egy picit vékonyka. Viszont amikor ételfeldolgozásra kerül vele a sor, akkor hihetetlen finoman lehet használni, akár szike jelleggel, szike finomsággal lehet használni, és konkrétan szinte minden feladat, nem is szinte, minden ételfeldolgozós feladatot, egészen az étkezésig, maximálisan meg lehetett ezzel a késsel oldani. Ami nagyon fontos, hogy én durván ilyen novemberben csatlakoztam be a tigrisnek a nyúzásába, most pedig már május van konkrétan, úgyhogy jó pár főzésen túl van, és túl is lesz még ez a kés. És nem csak főzésen, grillezésen, sütésen, mert ahogy mondtam nektek, ez a program, ez a tevékenység minden egyes alkalommal egy új kaland, egy új élmény.
Természetesen ezt a kést is lapos konvex szélezéssel látta el Gyula, és egy hihetetlen precíz lapos konvex szélezésről van szó, ami nagyon fontos, mert általában bármilyen Pályér Gyula kést vettem a kezembe, az félelmetes vágóképességet produkált. Gondoljatok csak, emlékezzetek vissza a Göncölre, az a nagy hangyár, az az igazi bárd, az outdoor bárd, az milyen hihetetlen érszöggel rendelkezett, és mennyire jól lehetett ezt használni. Na most ezt szorozzátok fel kb. 3000-rel, ez a Tigrisnek az érszöge. Nagyon fontos, hogy tartós tesztről beszélgetünk, ami azt jelenti, hogy a két kés, a két Tigris teljesen különböző feladatkörben, egy adott felhasználási területen, de teljesen külön feladatkörben működött. Ez a modell, amit a kezemben tartok, ez tavaly szeptember óta non-stop konyhai használaton van. Ez azt jelenti, hogy a feleségem csirkét bont, marhát szeletel, kolbászt szeletel, zöldséget szeletel, benne van a mosatlanok között, áll a mosogató vízben sokáig, jó bővízben elmosva, egyéb hasonló, leesett a járólapra kb. Úgy 400-szor szerintem, ahogy éppen a, most nem örök, szállt, hogy Andi szokott ugye elánnal főzni kicsit ide-oda, olykor-olykor bizony láttam, tetten értem ilyen inoxon való vágásokat is, meg hasonlót, szóval ez kapott azért rendesen. Most a közeli felvételeken láthatjátok, hogy hogy néz ki a kés. Jó szokásunkhoz szíven nem nyúltunk hozzá, ezt a finom ilyen rozsdás revét sem távolítottam el erről a rusztikus felületről. A másik pedig nálam van használatban, ugye outdoor főzések alkalmával, csak ezt ugye rendszeresen karbantartjuk, tisztítjuk, tehát erre vigyázva van. Meg lehet nézni, hogy a két kés között mennyi különbség van. Nézzétek meg a két markolat közötti különbséget. Az elmozdulásokat, hát nem tudom, nulla. Tehát aki nekem azt fogja mondani, hogy a fekete dió markolat szar, és így végleteként kinyilatkoztatja, hogy a fekete dió markolat szar, az nem ért a késéhez. Tehát általában mindig azok az emberek beszélnek végletekbe, akik igazán nem értenek hozzá. Nem azt mondom, hogy nincs ennél jobb markolatanyag, meg hogy az egzotikus fáknak nem jobb a tapintása, vagy nem nehezebb, de ez a markolat tökéletesen megfelel erre a célra. Teljesen megfelel. És ez a kés az, ami véleményem szerint annyira jól egybe van rakva, Gyula, hogy nekem az egyik kedvencem lett. Következzék a sokak által már elcsépelt szó, a konklúzió, megspékelve ugye a személyes impressziókkal, és srácok, engedjétek meg, hogy talán a csatorna életében most először, hagyd legyen már ez a konklúzió és ezek az impressziók erősen szubjektívek. Tehát, hogy hagyd beszéljek azokról az érzésekről, amik bennem kialakultak a Tigris irányába, mert hogy mindig próbálom ugye objektíven, kívülállóként elemezni ezt a dolgot, hogy mindenkinek megfeleljen ez a dolog, de ennél a késnél kicsit más a helyzet. Ugyanis mióta kipróbáltam és elkezdtem outdoor sütögetésekkel alkalmával használni ezt a kést, nem keresek tovább, nem használok mást. Kivétel a tesztek, amikor egy késnek ugye megmutatom a tulajdonságait, akkor nyilván természetesen a tesztek nagyon fontosak, akkor azzal a késsel dolgozok. De egyébként, amikor nem forog a kamera, kint vagyunk, akkor csak és a Tigris. Nála maradtam, ez a kés maradt számomra erre a feladatra a tökéletes. És hogy miért? Nem tudom. És tőlem ilyet ritkán hallottak videóban, nem tudom, mert amikor egy témával kapcsolatban, háttérmunkákba kezdek, elkezdek áskálni információkat szerezni, akkor vétségnek tartom, ha azt mondjuk, hogy nem tudom. De amikor benyomásokról, érzelmekről van szó, akkor bizony belegabajodok abba, hogy nem tudom megmagyarázni, miért ennél a késnél maradtam. Talán az lehet a megoldás, hogy az outdoor főzések, a kinti, szabadtéri, szabadtűzön való sütések, főzések és gasztro élmények számomra nagyon fontosak. Mint mondtam, abszolút nem profi, hanem amatőr, lelkes amatőr szinten csinálom, mert számomra az egyik legfantasztikusabb kikapcsolódás otthon. És ehhez számomra olyan késre van szükség, aminek nincs kompromisszuma ebben az adott feladatkörben, és ez a Tigris. Kicsi, tudom, hogy most mennek ezek a divatok, hogy az álmazánkés, jut eszembe, én próbáltam álmazánkést, én nem voltam vele annyira ügyes, tehát nekem az annyira elsőre nem jött, mert különböző kínai bárdoktól kezdve, és láthatjuk a hangzatos és nagyon profi videókat, hogy hogyan főznek kint az erdőbe. Én nem ezen a szinten vagyok, egyszerűen csak szeretek kint sütni, főzni, és nekem ekkora kés, pontosan ez a kés tökéletesen megfelel. Nagyon jól tudom használni. Nem strapás vele a munka, nem kell kompromisszumokat hoznom, élvezet minden perc, amit ezzel a késsel töltök, amikor kint vagyunk és főzünk. És ez az impresszió, amit szerettem volna nektek átadni, és ugye itt akkor előjön az a bizonyos konklúzió is, hogy kinek ajánlom ezt a kést.
Én elmehetnék abba az irányba, hogy azt mondom, hogy hát ez mivel, hogy csak ilyen 104-5 gram, ugye szabadkézi kovácsolásról beszélgettünk, tehát itt sincs két teljesen egyforma példány, és akkor lehet, hogy van még 110 gram, tehát nem húzza a felszerelés egy súlyát, berakod egy tokba, Gyulától lehet egyébként tokot is rendelni hozzá, berakod egy tokba, és akkor tök jól el vagy az outdoor felszerelésedbe. De őszintén leszek, srácok, nem szeretnék olyan ajtón dörömbölni, ami nyitva van. A legtöbb ember, aki outdoorban kint van és kint főz, van már kése. És ezt a kést megtanulta használni, és nem fog ezért külön venni egy kést, hogy ételfeldolgozzon és főzzön. Ő neki megvan a túrázó kés, és ezzel fog foglalkozni. Ettől persze senkit nem beszélek le egy outdoor másodlagos késnek, vagy ételfeldolgozós késnek való befogásáról. Inkább azoknak ajánlom, akik rengeteget sütnek, főznek, kint grilleznek, szabadtéri sütés-főzésről beszélek, és igazából neki kell egy ilyen eszköz. Oda viszont ajánlom, mert erre tökéletes. A kinti főzős készletben tökéletesen alkalmas késről beszélgetünk. Könnyen karban tartható, ahogy mondtam nektek. Nagyon igénytelen kés, és rettenetesen strapás. Tényleg nagyon-nagyon strapás kés. Ilyen alkalmakra viszont tökéletesen javallom. Ritkán hallottok tőlem olyat, mivel késekkel foglalkozok évek óta, hogy megtaláltam a tökéletes kést, és általában úgy is van, amikor túrázom, meg a túlélésre van szó, benne már bólogat bőszen, mindig új szerelem jön, mert szeretem a késeket. De amikor a főzésről van szó, a kinti főzésről, én azóta nem keresgélek másikat. Meg tudom csinálni mással is, megcsinálom a hentessel, a göncöllel, megcsinálom egy bártal, egy baldával, nem erről van szó, de nem keresek más, mert ez számomra tökéletes. No, ennyire szubjektív a konklúzióm, és ennyire a benyomások alapján hozom ezt össze. Srácok, ezzel megszokottnál egy kicsit rövidebb videó lett, és egy kicsit rendhagyobb, nem nyúztuk, nem öltük meg, de néha kellenek ilyen videók is. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor like, ha nem, akkor is. Iratkozzatok fel. Biztos meg fogják tenni benni ezek után. Iratkozzatok fel, ahogy láttátok, mindenféleképpen, mert különben rátok küldöm Bennit. Gyönyörű az erdő, süt a nap, jó idő van, menjetek túrázatok sokat, ha pedig kinn akartok főzőskézni a kertbe, vagy a teraszon, vagy bárhol, tegyétek meg, mert nagyon jó élmény, találkozunk nem sokára, sziasztok! Ez a modell... Lenyeltem egy bogat. Kész kulát? Nem, jó így! Jó így? Jó így, már megvan. Amúgy ezt a botot itt találtuk az asztalnál. Ez egy nagyon-nagyon láttam, hogy az úriember el volt faraggatni, minden nekem tetszik. Itt is hagyjuk, ahol találtuk, tehát nem visszük el magunkkal. Ez egy nagyon-nagyon fasz a kis túrabot. Mert a botnak azt a részét itt hagyjuk, az alját. Nem, a tetejét is itt hagyjuk, Benni. Ja. Ez egy más, az egy túlélős videó lesz, ahol elveszünk mindenkitől mindent. Ezt most itt hagyjuk. Itt hagyjuk. De hát a keresés. És mi, hogyha 2 méter magas állat, aki ráadásul szereti szétkúrni a túrázókat az erdőbe? Akkor mi van, ha ez nem is túrabot? Nézd, itt töltöm a kolibot. Ugye? Ugye? Ez, igen. De ez olyan kis fink hang volt, de aranyos. Hát jó, ez ilyen izé. Ilyen csettintés. Ez csettintés? Igen, ez olyan. Ez akkor lesz. De inkább azoknak az embereknek javasolnám ezt a kést, akik rengeteget inkább azoknak ajánlom, akik rengeteget sütnek, főznek kint szabad lángon, szabad tűzön, és szeretik ezt a tevékenységet. És szeretik ezt.